Sziasztok! Én Fogai Frigyes vagyok, szabad filmes, és még mindig innen az Erdély hegyekből jelentkezem. Az előző videóm igencsak nagyot ment, tehát úgy látszik, hogy érdekel titeket a projekt. Egy gyors kérdésem van felétek, drága fiatal nézőim. Szeretnétek-e mosogatás helyett, Londonba menekülés helyett, vagy egyéb európai országba menekülés helyett megtanulni filmezni, először a mobiltelefonokkal, és esetleg fölépíteni velem együtt egy olyan hálózatot, egy olyan organikusan felépülő hálózatot itt Erdélyben, vagy a Felvidéken, vagy akár a Délvidéken, ahol ti lennétek a főszereplők a kis garázsstúdióitokkal, és így ezzel még esetleg pénzt is tudnátok keresni, hogy a helyi vállalkozásokat is segíthessétek, ti meg a reklámbevételt kapnátok meg. Többen kérdeztétek, hogy hol lehet jelentkezni mindarra, amit hallottatok ebben az előző havazós videómban. És igen, lesznek médiatáborok, de előtte szerintem szokjunk egy kicsit össze itt a neten keresztül. Lássuk, hogy ki mit akar. A mai bejelentkezésem már konkrétabb lesz, mint az előző. És szerintem tanuljunk meg halászni, ne pedig a sűrgalom zuhanó repülésére várjunk. Mondom én, egy jó madár, mert a vezeték neve Vogel, ami németül madarat jelent, és én vagyok a Vogel Media tulajdonosa. A célom az, ahogy már mondtam, hogy főleg az elcsatolt területeken fiatalok és esetleg idősebbek is felépíthessék a saját kis garázs, vagy hálószoba, vlogger, videóblog stúdióikat, amihez elég először egy mobiltelefon, egy asztali lámpa, egy mosoly és egy kis kitartást talán. Mert ha ügyesek vagytok, akkor bármilyen tartalmakat is hoztok létre, meg fogtok élni belőle. Az egyik célom, hogy a mosogatás műveletet inkább otthon, a konyhátokban, ne pedig Londonban vagy Madridban, Berlinben tegyétek. De mindenek előtt most egy rövid sztori, minek a pár másodperces gyümölcsét meg is mutatom nektek. 2 éve árvott gyerekeknek tartottam egy 10 napos médiatábort itt Erdélyben. Az elején szokás szerint jöttek a károgok, mondták nekem, hogy az első nap az összes fiatal le fog lépni, nem érdekli őket, és csak röhögni fognak, stb. De nem így történt. Mert az első nap délutánján meghívtam mindenkit a szemközti pizzériába, és egy jót beszélgettünk. Megtudtam, hogy mi érdekli a tinédzsereket. Az egyik kamaszlány azt mondta, hogy az ő álma, hogy a vendéglátásban dolgozhasson egyszer, és ennek akar tanulni. Erre én megkértem, hogy legyünk most kreatívak, fogjon meg egy tálcát itt a pizzériában, és pár mondatban mutassa meg, mondja el, hogy ki is ő, hogy majd egy rövid videóklipben esetleg felfigyeljenek rá. Persze mindenkinek a mobiljai az asztalon voltak, plusz volt nálam egy drón is, és ez lett belőle. Lássuk. Gyergyóból jöttem. Az én nevem Gászorsója Alice, 16 éves. 9-es vagyok, pincérszakon, már van szakmai tudásom, és megbízható vagyok. Szeretném ezt folytatni, még egyelőre Romániában, majd a jövőben esetleg külföldre, de ez még nem biztos. Szerintem marad ugyanaz. Fogadjátok szeretettel a digitális névjegykártyámat. Több ilyen anyuk készült. Jó volt velük együtt lenni, nagyon megszerettük egymást. Aztán én mentem tovább szokás szerint, később a Szorványban is voltam, majd a Székelyföldön is tartottam rövid médiatáborokat, valahol sikeresen, valahol meg ilyen üres székek előtt. Alice videóklipje digitális névjegykártyai után ti miért készítenétek magatokról? És a kérdésem nem költői. No de hogyan is lehetsz te, kedves nézőm, egy mobiltelefonnal sikeres vlogger, videós vagy esetleg filmes? Szerintem organikusan, hálózatosan lehet ezt tenni. Hiszen manapság bárki létrehozhatja a YouTube vagy egyéb csatornáit, mert olyan alkotásokat készíthetünk, amelyek láttán a falutokban, a városotokban élő kis és közepes vállalkozások is fel fognak figyelni. Szerintem legalábbis, hamarosan. És ez igaz. Csak minőséget és egyéni kreatív dolgokat kell készíteni. És ez meló. Nagy meló. De bírni kell, és szerintem megéri. Jobb, mint Londonban mosogatni, nem? Yeah!
És igen, meg fognak titeket keresni, hogy például nálatok is hirdethessenek ezek a vállalkozások. És ez egy ilyen win-win, azaz nyerő-nyerő szituáció legyen mindenkinek. És így nektek, kedves lendő bloggerek, filmesek, nem kell elmennetek még egyszer külföldre mosogatni, hanem otthon, a szülőföldeteken is meg tudtok élni, közösséget építeni, egy szabad médiát létrehozni, egy szabad média hálózatot létrehozni esetleg, amely kapcsolódva egymáshoz bizony támadhatatlan lesz. Hiszen ha az egyik fejünket levágják képletesen az ellenerők, akkor a többi organikusan folytatja is, segítünk egymásnak továbbra is, azoknak is, akikbe éppen belerúgnak, hogy folytathassák. No de, a mai adásom már konkrét feladatokról is szól. Minden médiatáborom első napján elmondom a nagy érdeműnek, hogy létezik egy híres rendező, aki nem csak művészfilmeket készített eddig, hanem Hollywoodban is sikeres muzika gyártott. I'm speaking to filmmakers. Ő egy német ember, Werner Herzognak hívják. Pár éve pénzért ő a neten készített egy mesterkurzust, melynek a YouTube-on szabadon megtekintethető az előzetese, és ezt szerintem mindenkinek látnia kellene. Ugyanis Herzog úr robbantott, mert bátran kimondta az igazságot, és ezzel tabukat döntött le. Ugyanis szerinte ahhoz, hogy filmes, vagy vlogger, vagy mit tudom én, dokumentalista lehessél, ahhoz nem kell egy tonna pénzt elköltened iskolákban, nem kell filmművészeti egyetemeken éveket elvesztegess az életedből, hanem az alapokat már ő szerinte két hét alatt elsajátíthatod. You spend way too much time in the film school. It costs way too much money. You can learn the essentials of filmmaking on your own within 2 weeks. És egy könyvet ajánlott ehhez. Werner Herzog német rendező szerint minden lehetséges. Igény szerint például itt Erdélyben ti is eljöhettek például a Dévai Asztalos rádió tulajdonos barátomhoz, mert a stúdiója nagy, sokan elférhetünk, szállás is megoldható szerintem, tehát esetleg ott tarthatnánk Déván a következő médiatábort, vagy akár Székelyföldön, Szórványban, ott, ahol épp lesz rá igény és felajánlások a helyiség és egyéb dolgok kapcsán. Egy biztos, én megyek és csinálom. Persze, ha szeretnétek csak akkor. Segítek, hogy az elején mindenki a saját profilja szerint a saját világában, amit meg akar valósítani, mint vlogger, videós, fotós, stb. Elkezdhesse. És a kezdő lépésekhez szívesen elmondok mindent, amit én tanultam a sok-sok hosszú év alatt a nagyvilágban. Van egy dolog, amit viszont nagyon megtanultam az eddigi életemben. Ha én megteszem az első, a legnehezebb lépést, akkor azután a dolgok beindulnak. És megjelenik az a segítség, amelyre éppen szükségünk van. A pénz is. Csak nem úgy szokott ez lenni, ahogy ezt mi elgondoljuk. Ugyanis az életet mozgató erők, tapasztalataim szerint, sokkal, de sokkal fantáziadúsabbak, és még a humorjuk is jobb, mint nekünk. Úgyhogy én vagyok az egyik bizonyíték arra, hogy ez mindez működik többek közt. Mert a hétköznapi gondolkodás alapján én tulajdonképpen most nem is létezhetnék itt. Én is egy szabadúszó manapság, nem sokat oszt, nem sokat szoroz, de mégis. Mert bizony az esetek 95%-ában én egyedül nem tudtam volna létrehozni 20 év alatt olyan alkotásokat, blogokat, rövidfilmeket, nagyfilmeket, melyeket már milliók néztek meg itthon és külföldön, és ezek által olyan emberekkel hozott össze a sors, akik szintén creatorök, alkotószellemek, mert miután megtettem az első lépést, és elkészítettem az első dolgaimat, ők kerestek meg a neten keresztül, a munkáim kapcsán, a munkáim alapján, és köztük több nagyon gazdag ember is. Volt köztük, akikkel éveken keresztül tudtam együtt dolgozni a világ különböző pontjain. Na már most, ha ti megemelitek a seggeteket, ahogy ezt Anna Makovei címre mondta, és elkezditek járni a saját utatokat, akkor a munkáitok alapján biztos, hogy be fog indulni valami. De ahhoz el kell kezdeni. Ahogy a bejelentkezésem elején mondtam, nem sokára bevágom nektek azt a rövid kis videót, amit az előző havazós bejelentkezésem alapján valaki küldött nekünk, és egy felajánlást tett. Az ajánlatom azokhoz szól, akik asztalosságban szeretnének elindulni, fiataloknak, időseknek egyaránt. De előtt azért tisztázunk néhány dolgot. Miért a mobiltelefon? Volt egy híres producer, aki nemrég azt mondta, hogy aki nem tud valamit elkészíteni a mobiltelefonjával, megmutatni,
az a cinema kamerákkal sem, és egy nagy stábbal sem fogja tudni ezt létrehozni. Úgyhogy mielőtt a kamerádat a kezedbe vennéd, gondold át, légy szíves, hogy mi a mondani valód? Van-e ilyen egyáltalán? Tudsz-e viselkedni, beszélni, lélegezni, artikulálni? Tudsz csendben maradni a kamerád előtt? Tudsz némán a szemeddel beszélni a kamera optikái felé? Milyen a ritmusérzéked? Úgyhogy vannak kérdések. De ez ne tartson vissza semmitől. De érdemes átgondolni. És persze vannak ilyen titkos segítő mankók is, melyekre néha érdemes támaszkodni, hogy most én is teszem. Mert például egy ilyen hosszú szöveget kívülről végigmondani, hogyha pontos akarsz lenni, precíz és nem akarsz támadási felületet adni magadnak, akkor ugye nem rossz, hogyha használsz például egy súgógépet. Én ezt most egy súgógépről egy mobilon olvasom, és ezeket a programokat teleprompterek hívják. Különböző szoftverek vannak, ha érdekel, ezt is bemutatom nektek a következő adásomban. Persze én jobban szeretek spontán beszélni, de mostanában most a rohanások közben inkább megírtam gyorsan kb. Hogy hogyan, és ezeket így a súgógép segítséggel felolvasom, illetve kombinálva, improvizálva elmondom nektek. Sokan kötekednek, hogy lehet profin filmezni mobiltelefonokkal. Na-na! Ugyanis a legutóbbi Apple eseményt Cupertinóban, ott Kaliforniában, azzal vették fel, egy mobillal, egy iPhone-nal. Még egy ilyen mezei csávó is, mint én, többször készítettem full mobillal kis filmeket, és ezek mind kint vannak az oldalaimon, meg lehet tekinteni. Sokan kérdezik, na és a minőség? Most kérem szépen, hogyha a Euronews és a CNN is használja a mobilokat, akkor te miért nem használnád? Mert nem a kütyük teszik a mestert. Néhány évvel ezelőtt egy projekt kapcsán kaptam ajándékba egy 6000 eurós kameratestet egy mecénás barátomtól. Igen, csak jó cucc ez a Canon 1DX Mark II-es még most is. De nem a test a lényeg, hanem az objektív. De ezt már sokan tudjátok szerintem. Rengeteg tech videó van fent a YouTube-on, úgyhogy én máshogy célzottan praktikus trükköket, illetve tudást próbálok majd nektek átadni, de ehhez nektek kérdeznetek is kell, hogy tudjam, hogy mi érdekel igazán titeket. Így tudnánk együtt szerkeszteni a következő bejelentkezésemet is. Úgyhogy írjatok nekem kommentben, vagy az e-mail címemre, hogy mit szeretnéktek, mikre vagytok kíváncsiak, miben segíthetek. És most tényleg így a vége felé néhány praktikus ízelítő azokból a mindennapi cuccokból, amiket én is használok, és sokszor életmentők a számomra, hogy így úton vagyok, és éppen nincsen a kamerás hátizsák nálam, hanem csak egy mobiltelefonom. Például amikor fotózom kell gyorsan egy, nem tudom, egy panziót, akkor vannak ezek a mobil ingyenes szerkesztők, például a Google-től a Snapseed, hogyha jól emlékszem a nevére, és van egy másik, ami már nem ingyenes, de nagyon olcsó, a Lightroom, az Adobe-nek a Lightroom mobil appja, amely már mesterséges intelligenciát is tartalmaz, amit én csak módjával használok, de sokat tud segíteni, amikor terepen vagyok. Majd ezt is megmutathatom nektek szívesen, vagy más, sokkal mélyebb szoftvereknek a kezelése, de nem ez a lényeg még egyszer. Én főleg arról szeretnék veletek beszélni, amit a YouTube-ra nem tesz fel senki, nem véletlenül. Kitaláljátok? Na, én nem hiszek a pályázatokban, mert az a kreatív szabadságunkat öli meg, nem csak azt, de már az első lépésnél is. Úgyhogy a mai viszonylag olcsó technikával, ha összefogunk, rengeteg profi szintű dolgot is meg tudunk valósítani. Sőt, és egyedül is megy. Láss engem. Viszont nem mindenki meg való a magányos harcosok kemény élete. Vannak dolgok, melyeket sokszor csak egyedül lehet ebben a furcsa világban jobban megoldani. És persze vannak dolgok, melyeket nem. Te melyik csoportba tartozol? Úgyhogy kérlek, vedd föl, készítsd el nekem, nekünk a digitális névjegykártyádat, és majd meglátjuk. Meglátunk. A legjobb digitális névjegykártyákat, melyeket beküldtök, azt engedelmetekkel majd megosztom a nagy látogatottságú felületeimmel, így majd egymást tudjuk inspirálni, és nektek, mint reklám se lenne rossz talán. Ti tudjátok. A lehetőség most adott, tehát fogd meg a mobilodat, mutatkozz be három rövid mondatban, adj hozzá vágóképeket, esetleg valami zenei aláfestést, ha van rá lehetőséged, tehát ha van laptopod, meg ilyen utómunkaprogramod. Ha nincs, erre is majd találom megoldást. Egy vágatlan, utómunka nélküli pár mondat a mobiltelefon kamerája előtt is lehet olyan ütős ebben a mai sokszor üresen zajos világban,
ami sok embert inspirálhat arra, hogy jót tegyünk. A lényeg, hogy tegyünk egymásért is, ne csak önmagunkért. Szerintem. Jövő héten újra jelentkezek, engem az alábbi linkeken megtaláltok. Welcome in the journey. Minden jót, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok! Muzsi Attila vagyok, 57 éves. Erdélyben, Hunyad megyében, Déva város mellett egy csirkefarmban lakom. Asztalosság a megélhetésem. Vállalkozási formám, PFA, azaz engedélyezett természetes személy. Jövök egy ajánlattal és egy felhívással népen felé. Azon okos tojások közé számláltatom, aki mindennapos kenyérharca mellett Istenről, emberi életről, boldogságról és hazáról elmélkedik. Az ajánlatom azokhoz szól, akik asztalosságban szeretnének elindulni fiataloknak, időseknek egyaránt. Van egy valamennyire felszerelt asztalos műhelyem, és 30 év dagonya a kapitalizmus lövészárokban. Nem amerikai nagybácsi tőkével indított vállalkozásról beszélek, hanem egy házaspár szorgos, kitartó odaadásáról, ahol mindenki jövedelmet a műhelybe raktunk vissza, nem mellesleg a hitelezők zsebébe temérdek kamatot. Bejárás biztosítok a műhelyemben, és tapasztalatom teljes felharmonikusaival állok egy vagy két kezdő asztalos vállalkozó mellé. Olyanok mellé, akik szemléletváltásból akarnak saját műhelyt indítani. Nem alkalmazást ajánlok, hanem tanulási és fejlődési lehetőséget. Nem hajtást tanítok meg, hanem apró, mindennapos trükköket, amikkel túl lehet élni a napot bárhol, nem csak a fővárosban a milliómosok körében. Úgy érzem, hogy van elég szellemi és lelki tartalékom egy olyan oldalát megvilágítani az asztalos magánvállalkozásnak, mely elvégre többféle krízist átvészelt az elmúlt 30 évben. Nem gazdagodást tanítok, hanem kitartást. Nem megfeszülést adok át, hanem nyugodt munkafilozófiát. Nem high-tech vallást közvetítek, hanem a mindenkori rusztikus, ácsminőségű asztalosságot. Hogy ezt hogy fogjuk megoldani, ez még nekem is kihívás, meg a leendő tanoncnak is. De ha bárkinek kedve van, beszélgessünk erről. E-mail címem saradafa@yahoo.com. Felhívásom pedig azokhoz szól, akik már valamilyen téren önállóan élnek, szakmát űznek, vagy gazdálkodnak, hogy valamilyen formában tegyük közé nem csak nézeteinket a fantasztikus életünkről és szellemi megvilágosodásainkról, hanem a gazdaság ágas-bogas kérdéseiről, anyagi hátteréről, piacépítésről, beszéljünk számokról végre, mert a fiatalságot a romantikán túl a számok is érdeklik. Hozzunk létre egy videó vagy rádió blog platformot, akár a Vogel Media keretén belül, ahol különböző helyekről, helyi gazdákat, vállalkozókat szólaltatunk meg, nem csak a tudás átadása véget, hanem kapcsolatok teremtése érdekében is. Hiszem, hogyha teremtünk egy valós, hiteles ismertetőkaput az érteklődők felé, nem csak spirituális smájlikat fogunk aratni, hanem utakat nyithatunk meg a habozóknak, akik talán csak a mi hozzáállásunkra várnak. Én nyújtom kezem, köszönöm a figyelmet!